Sziasztok! Amit itt a tányéron látok, az nagyon egészséges kaja, de ami ennél sokkal fontosabb, nagyon finom is. Hajdinát láttok lilahagymával és olivabogyóval, és a tetején pedig csírákat, házilagosan csiráztattunk, retek, vöröshere és lucerna csíra van rajta. És azért szeretném nektek ezt megmutatni, mert nagyon egyszerű otthon előállítani a csírákat, és nagyon sok oldalon használhatóak, például kiegészíthetsz bármilyen főételt, köretet, salátát, vagy egyszerűen szendvicsre, vagy szendvicsbe teszed bele, minden nagyon jól kiegészít, és ha arra gondolunk, hogy ebben a mondjuk téli vitaminszegény időszakban milyen nagyon nagy segítség a szervezetünknek, akkor már is megvan az értelme a csiráztatásnak. És ennek tényleg érdemes utána olvasni, hogy mi minden tartalmaz egy ilyen apró pici növény eszenciális aminosavakból, vagy makroelemekből, mikroelemekből, a vitaminokból, például B-vitamin csoportjai, csoport majdnem minden tagja, és nyomelemek, magnézium, kalcium, kálium, rész, cink, fluor, nem is sorolom. Finom, egészséges, és én most megmutatom, hogy hogyan tudsz otthon csíráztatni bénázás és szerencsétlenkedés nélkül. Sziasztok! Megmutatom nektek, hogy én hogyan csíráztatok, mert tudom, hogy miért nincs kedve az embernek csíráztatni. Nagyon sokan őrizgetnek a szekrénytetőn ajándékba kapott, vagy jó szándékból megvásárolt csiráztatót. Ez a lehető legegyszerűbb. Én is ajándékba kaptam. Egy kicsit viseltes, mert már nagyon sokat csiráztattam benne, mert én rájöttem, hogy kell a legjobban, és hogy kell a legügyesebben. Ezt fogom megmutatni. Az első lépéshez még maga a csiráztató nem is kell, csak azért mutattam meg, hogy lássátok, hogy mi a praktikus. Én javaslom, hogy mindenki szerezzen be ilyet otthonra. Hanem az első lépésben kellenek csiráztatni való magok. Nekem háromféle is van a három emeletre. Ez például vörös here, és látható, ide is van írva, hogy csiráztatásra. Csiráztatásra szánt vörös here. Nagyon fontos, hogy ne a gazdaboltba vegyetek magot, hanem ilyen natúra vagy bioboltba. A másik az retek mag. Egyébként mindegyiknek egy kicsit más íze van, és mindegyik nagyon finom. És itt azt mondja, hogy lucerna mag. Általában egy évig állnak el, de annyi idő alatt nem fogy el egy 30 dekás vagy 20 dekás csomag se. Ezek nekem tavalyi magok, és remélem, hogy még idén is ki fognak csírázni, az a tapasztalatom, hogy igen. Na most először ezeket a magokat be kell áztatni, a mennyiség sem mindegy. Egy teáskanálnyi mennyiséget fog mindegyikből beáztatni, egy-egy kis pohárba. Mondjuk a retek a legnagyobb, ő kapja a nagy poharat, és egy kis vízbe fognak ezek ázni, körülbelül egy 6 órát, és utána már, ha beleteszem őket a csiráztató edénybe, nem fognak átesni a lukakon, mert egy kicsit megduzzadnak. Tehát megmutatom, hogy nem fognak szétszaladni a száraz magok, és összetapadni a nedves magok. Kezdjük a retekkel. Abból egy kicsivel több, mint egy teáskanálnyi mennyiség lesz, vagy egy ilyen púpos teáskanálnyi. Puff, már benne is van a pohárban, nagyon jó. Aztán jöjjön ez a... Ez volt a vörös here. Igen. Ez csapott teáskanálnyi inkább. Most ez borzasztó kevésnek tűnik, ezért is mondtam, hogy nem fog elfogyni egy év alatt, még ha állandóan eszed a csírát, akkor se. Mert ilyen kevéske kis magból nagyon sok csíra lesz. Inkább egy csapott teáskanálnyi. Na, eddig nem vesztettünk magot, nekem azért sikerült, de az nem olyan sok. Na most ezeket sose tartsd a csap alá, mert az meg a következő, hogy ahogy a vízsugár éri, abba a pillanatban kiugrik, hanem nagyon-nagyon-nagyon óvatosan ráengedünk egy kis vizet, így, ebbe fog majd 6 órát állni. Ez még nem minden, mert még egy utolsó dolgunk van, picit megkavarni, hogy lemenjenek a vízbe, vagy hogy érje őket a víz mindenhol. Na erre a hústűre se fog sok tűrát, vagy sok mag rátapadni. Ezzel egy kicsit elkeverem, így, hogy érje, ne tapadjon össze, és mindenhol vizes legyen a mag. És így, itt hagyom a pulton, és 6 órán keresztül ázik. 6 óra múlva találkozunk. Eltelt 6-8 óra, és megduzzadtak a magok, le is süllyedtek egyébként a pohár aljára. Ez a legnagyobb a retek,
aztán itt van a vörös here, meg a lucerna, ezek ilyen aprók, megduzzadtak, tehát most már nem fognak átesni a réseken. Azzal kezdem, hogy a legalsó szintre, ami ugye a teli, ide vizet teszek, nem kell sok, hideg víz legyen, mindig hideg vízzel dolgozunk, egy újnyi víz, ezt rendszeresen le kell cserélni, amikor a magokat vagy a csirákat megfürdetem egy nap kétszer, akkor ezt a vizet is mindig kicserélem. Utána következő szintre, ami egy sötétebb szint, az a tapasztalatom, hogy a retek az mindenhol kijön, akármilyen kevés fénnyel is, bár a csírának szüksége van fényre, annál nagyobbra nő és zöldebb lesz, de a retek csíra így is nagy lesz és zöld. Tehát a retek csíra lesz az alsó szint, átöntöm, látható, hogy nem jött át mind, és akkor nagyon finom vízsugárral az összes magocskát átbocsolom. Na, én kitaláltam, hogy hogyan tudom eloszlatni a magokat egyenletesen, mert így nem, de ha egy tányérba vizet teszek, akkor nem a vízsugár oszlatja el a magokat a csiráztatóban, hanem én irányítani tudom, hogy terüljenek el egyenletesen. Jó, hogyha nem fekszenek egymásra, és ezt ilyen nagyon egyszerűen ki lehet alakítani. Egy nap kétszer fürdenek, tehát ő lesz az alsó szint, aztán a második, az már mindegy, lehet mondjuk a második mindjárt a mi volt ez? Vörös here, mindig elfelejtem a nevét. Mi? Azokat is kiszelidítettük. És nem az erős vízsugárral oszlatom el, hanem itt a tányérban. Egy kis ügyesség, ez az, hogy ne nagyon legyenek sűrű területek. De ezt elég jól sikerült eloszlatni egyenletesen. Nagyon jó lesz a következő. És akkor ugyanez jön a lucernával. Kicsi vízsugár, mert tudjuk, hogy szétszalad, szétpattog, már vizesen meg mindig odatapad. És elég kevés veszteséggel sikerült az első fürdetést megoldani. Na most ezt naponta kétszer fogom ismételni, és körülbelül 5 nap múlva fogyasztható csíra lesz, de azért majd megmutatom nektek a fejlődést, és ezért naponta egyszer egy videót azért készítünk majd erről. Na ezek után ez itt a konyhapulton, letakarva, ebben a párás, közepesen fényes és sötét környezetben szépen elkezd fejlődni. Eltelt egy nap, most leszögezzük, hogy szerdán kezdtük el, és ma csütörtök van. Még nem nagyon látszik, de azért már valami közelről, ha megnézzük, már valami azért feltűnik, hogy elkezdődött. Ilyenkor ugye, ha vízsugár alá tartanám, és úgy próbálnám lemosni, akkor megint csak egy csoportba verődnének a magok. Úgyhogy megmutatom, hogy hogy szoktam csinálni. Ahogy mondtam, ezt a vizet is mindig kicserélem. Egy kicsit ki is mosom ezt az alsó szintet. Egy újnyi víz nem kell több. Utána a már ismert módon fogom megfürdetni a magokat. Az utolsó napokban egyébként, amikor már komolyabb növényke van, akkor már nincs erre se szükség. Látható, hogy a retek maguk is elindultak. Valami fejlődik. Ennyi az egész. És ahogy mondtam, ezt egy nap kétszer ismétlem meg. Mondjuk úgy reggel és este, vagy reggel és délután. Retek. Első szint. Jön a második. Összességében nem igényel egy nap, egy percnél hosszabb tennivalót. Valóban minden nap kétszer meg kell csinálni, de minimális költséggel maximális vitamin és nyomelem dózishoz jutunk, vagy adaghoz jutunk, és az mondjuk a téli időszakban nagyon hasznos. Na kész, ez meg is van, így inni, ezt megint letakarom, és én meg fogom csinálni ezt holnap reggel is, de holnap pénteken is meg fogom nektek mutatni a második, vagy a második fürdetést. Találkozunk holnap. Ma péntek van, egyszer már fürödtek, ó, jól látható, hogy megint nőttek,
Ugye szerdán kezdtük, csütörtök, péntek. Az egészet átteszem ide. Kimosom az alsó szintet. Vizet engedek a tányérba. Kis vizet az alsó szintre is. Na, és kezdem a retekkel. Ezen is látszik, hogy már elindultak. Így, elrendezem őket. És ez már a második mosás, ugye minden nap kétszer szoktam ezt megcsinálni. Holnap is megmutatom majd a másodikat, kész vagyunk. Szombat van. Növénykék láthatók. Ugyanazt fogjátok látni, mint az elmúlt napokban. Egy kicsi alulra. Egy kicsi a tányérra. Egy kis fürdővíz, mindig hideg. Retek. Föl fog nőni majd egészen a peremig, tehát egy olyan, hát két nap múlva már nem ilyen kicsi lesz. A retek az a legnagyobb, robusztus csíra, jellegzetes, kicsit csípős ízzel, túl sokat nem is szabad belőle egy nap enni, de mondjuk egy evőkanálnyi biztosan. Nem azért, mert csíp, hanem azért, mert egy kicsit bánthatja is a gyomrot, annyira markáns. Erős növény, erős ízű növény. A többi az nagyon kis lágy, a vöröshere meg a lucerna is. Ez még nagyon picike, de itt is jól látható, hogy megindult a fejlődés, és innentől aztán fel is gyorsul, tehát ha már megvan a növényke, kikelt, akkor már gyorsan nagyra nő. A retek az olyan nagyon erős, majd meg fogjátok látni, hogy az képes arra, hogy a fölötte levő két emeletet meg is emelje. Tehát elbírja a többi csírát, meg is bírja emelni. Na. Látszódik az is, hogy nem minden mag kelt ki, majd megmutatom, hogy azoktól hogyan szabadulunk meg, meg a kis maghéjaktól. Majd a végén, körülbelül 3 nap múlva, azt is megmutatom, az majd a szüret lesz. Tehát eltelt ugye még egy nap, ma van szombat a szerdához képest, vasárnap találkozunk. Vasárnap van. Kezd zöldelni a mező. A megszokott rutinos mozdulatokat látjátok. Napi két fürdet, és mutatom a retek csírát. Ennek a gyökerei már itt átnyúlnak alul, az is fogyasztható. Irány a fürdőkád. Életem, semmi keresni valód ide bent. Ez a második emelet. Nyilván különböző növények különböző nagyságúra fejlődnek. Talán ez a legkisebb, gyengédebb, de meglátjátok, hogy abból is nagy lesz, és erős
aztán a közepes. Hát a retek meg, ahogy mondtam, az a csírák dinoszaurusza. Meg is vagyunk a napi két fürdetésből az egyikkel. Holnap találkozunk hétfőn. Hétfő van. Elég jól alakul. Most már lehet tervezgetni a szüret napját is. Az lehet, hogy holnap lesz kedden. Ugye ez attól függ, hogy hogy fejlődnek. Ez nyilván függ a hőmérséklettől is, meg a főleg a fényviszonyoktól. Hát nem lehet előre megmondani, meg a csírafajtájától is nem lehet előre megmondani, hogy hány nap lesz pontosan. De ahogy nézem, kedden szüretelni fogunk. Na, milyen a retek? Erős és nagy. Ezek a picikék is láthatóan már leveleznek velem. Picik, de erősek. Igazi csírák. Már nem is nagyon tudom rátenni a tálat, mert a retek tartja. Az tényleg nagyon-nagyon erős. És hát a fejlődés gyönyörű példája, amikor már meg is emeli a fölötte levő emeleteket. Hát gyönyörű, szép. Találkozunk kedden. Az is lehet, hogy szüretelni fogunk. Kedd van, és én úgy érzem, hogy most értünk a végére ennek a csíra nevelésnek. Ha itt megnézitek, egy kicsit közelebbről is lehet látni, hogy már nem tudom letenni az emeletet, mert a legalsó szinten a retek csírák már magasabbra nőttek, és megtartják a fölöttük levő két emeletet is. Ezek olyan erősek és nagyok. És látható, hogy a többi is szépen megnőtt. Ugye? Ez zöld is, kifejlett csíra. Na most a szüretelést is megmutatom, mert ezt is én találtam ki úgy, hogy jó legyen. Sok próbálkozás után elértem, hogy megszabaduljak a legtöbb maghéjtól, ki nem kelt magtól, és még egyszer utoljára meg tudjam fürdetni a csírákat. Ezután majd akár egy hétig is el van a hűtőszekrényben, és ha ügyesen osztod be, akkor akár, egy villára van még szükségem, akár úgy is csinálhatod, hogy mire kikel az egyik adag, addigra ugye elfogy a hűtőből a másik, és így mindig van friss csírád. Tehát most ezt leszüretelem, és mindjárt kezdem is a következő csíráztatást. Ezt pedig úgy csinálom, hogy fogok egy villát, itt van hideg víz a lábosba, és egészen egyszerűen a villával bele segítem a vízbe. Itt vannak a ki nem kelt magok, ilyenekből tapad rá a kikelt csírákra is, lehet látni, hogy ezek mind elválnak. És én azt is szeretném, hogyha ezek elkülönülnének. De mivel bőven elférnek egy lábosba, ezért mind a három csírát bele terelgetem. És megmutatom, hogy hogyan lehet megszabadulni attól, ami nem kell. Egyébként meg lehet enni nyugodtan a maghéjakat is, tehát ettől semmi bajunk nem lenne. Nem is fog minden kiválni belőle, marad majd benne egy pár, de az nem fog zavarni minket. Na most látod, hogy kicsit szétlazítom a csírákat, hogy tényleg ki tudjanak jönni közülük ezek a kis maghéjak, és ezek felúsznak. Tehát nagyon könnyedén így is le lehet önteni róluk, ezzel is megszabadulunk. A ki nem kelt magok meg valószínűleg ott vannak alul. Ezektől majd másképpen kell megszabadulnunk. Ugye, ha hagyom őket leülepedni, akkor azok szépen leszállnak alulra. A héjacskák, az üres héjacskák meg fölül vannak, ezeket itt fönt. Hát egy kicsit csíra kiment, ezt nem így akartam, de nagy a lendület bennem.
Na, megmutatom, mit csinálok, hogy a... Most már nem kavarom föl, hagyom, hogy leülepedjenek alul a magocskák, és ilyen nagyon laza kézzel lehalászom, amennyire csak lehet. Ne hozzak magammal semmi mást, csak a kikelt csírákat. Így. Ez az. És akkor megnézzük, hogy mi maradt a lábosba. Lehet látni, hogy ott vannak, amik nem keltek ki. Nyilván sokkal nagyobb arányba kikeltek volna ezek a magok, ha ezeket most frissen vettem volna a bioboltba, de ahogy az elején mondtam nektek, ezeket én már tavaly vettem, és nyilván van ezeknek is egy szavatossága, egy évig lett volna jó, nem fogyott el egy év alatt az a pár gram mag, és ezek a tavalyiak, de látható, hogy nagyon eredményesek voltunk. Ezt kiöntöm. Egy kicsit hagyom lecsorogni, segítek is neki lecsöpögni, hogy azért nagyon sok vizet ne tároljak. Így van. És ezután már csak annyi a dolgom, hogy beteszem a hűtőbe. És ahogy mondtam, ebből nagyjából naponta mondjuk két evőkanálnyi mennyiség rászórva a salátára vagy a szendvicsre, az már egy nagyon komoly vitamin és nyomelem utánpótlás, és a téli időszakban pedig a legnagyobb segítség. Jó étvágyat!